ideje megmaradványozni. Egy frissen borotválva mindig olyan érzésem van, mint hogyha egy kisgyerek lennék. Megszoktam ezt a sok szölt itt az államon. A mai nap inkább ügyfélprojektokkal foglalkoztam. Weblapok frissítésével, szokásos e-mailek olvasásával, e-mailekre válaszolásával, telefonokkal és egyéb ilyen ügyfeles dolgokkal. Olyannyira, hogy reggel óta csak a gép előtt ültem, és most vagyok először idekint. Az idő az olyan katasztrofálisan szar, hogy az ember kedvét annyira el tudja b***ni, hogy az valami félelmetes. Katasztrofális ez a tél. Kint persze -4 fok van, -4. A tegnapi vlogban beszéltem nektek ugye a kis vállalkozásokról, illetve hogy milyen megoldást lehetne arra találni, hogy ne legyen hatalmas költség egy weboldal elkészítése, illetve egy weboldal használata. Lassan, de biztosan kezd összeérni a koncepció, még itt-ott finomítani kell rajta, és utána életképes lesz a dolog. Az a célom, azt szeretném, hogy mindenkinek legyen honlapja, hogy miért 2017-et írunk. A mai világban már nincs az az ember, aki ne keresne valamit az interneten. Én is rengeteg mindent keresek, illetve keresnék sajnos az interneten, akár Makón, akár más városba. És az a baj, hogy nem találok ilyen weboldalakat. Kötelező, minden értelmes, normális, működő vállalkozásnak az, hogy legyen egy honlapja, ahol az ember meg tudja találni azokat az alapvető információkat, amire éppen abban a pillanatban kíváncsi. És ezeket a weboldalakat bármilyen eszközről, bárhonnan el tudja érni. Nem kell nagyra gondolni, egy olyan weblapra, amin rajta vannak az alapvető információi, egy térkép, hogy hol található az üzlet, egy-két fénykép az üzletről, meg egy-két mondat, hogy miről is van szó. Gabóval most délután 5 órakor kezdődik a Pixegednek egy ilyen edzőmeccse itt Makón a városi sportcsarnokba. Én még nem voltam ilyen edzőmeccs. Emlékszek még annak idején általános iskolában én is kézilabdáztam elég sokat. Annak ellenére, hogy szemüveges voltam. Minden igaz, akkor Gabó, ott gyalogol Gabó, ott van. Bocs Gabó! Hello! Futok. Minden okés. Gabó, mi a mikrofonnak a neve? Rudi. Rudi. Rudi mikrofon. Az első a Pik busz, a másik az meg micsoda? Ez a másik csapatnak a busz, a szerdeki. Ott a Pik busz. Nincsenek itt a városban, mindenki itt van a sportcsarnokban. Oda néz! Gabó az igazi Wolfix szurkoló.
amit találtam. Ez a legújabb kocsi őrző, vagy valami hasonló lehet.